Üdvözlök mindenkit! Pont visszanéztem a videókat, és akkor jöttem rá, hogy én a negyedik részt nagyon elrontottam, úgyhogy onnan indulunk, hogy amúgy nincs semmink. Hát igen, tévedni emberi dolog. Megmondta a sindisznó is, és leszállt a... drótkeféről. Szóval... kimaradt három darab küldetés. A Mafia Wiki szerint a 7-es, 9-es és 10-es. Ezekből az egyik a dobozcipelős, a másik a taxibombás, és a harmadik az pedig a láthatatlan ember. Igen, ez egy olyan rész volt, az a baj, hogy így utólag egy kicsit sokkal másabbul fogom csinálni, mint az eredeti videóban. Mert a taxisat például most tudom, hogy fel kell készülnünk. Először megcsináljuk a dobozosat, az úgyis itt van nem messze. Elcihöljük a dobozokat. Most hát egy dobozt kell. A második feladatnak szerintem megcsináljuk a láthatatlan embert, és a végére hagyjuk a taxisat. A taxisnál annyi könnyítést fogok majd csinálni, hogy előtte végigmegyünk a hat helyen. Remélem emlékszem mindegyikre. Végigmegyünk a hat helyen, és mindenhová lerakunk magunknak egy autót, mert hát a taxik nem épp a leggyorsabb járművek a játékban. És így utólag már tudom, hogy sokkal könnyebb úgy, hogyha már van oda készítve egy autó, amivel belökjük a vízbe, mert sajnos nem minden esetben van pont ott és pont akkor egy autó. Ezért ahhoz, hogy időre tudjunk végezni, szerintem előkészület nélkül hát meg lehet csinálni, mert amúgy sikerült, tehát megcsináltam, de... Szerintem egyszerűbb lesz így, hogyha tudjuk az útvonalat, hogy hová kell menni, honnan, hová kell vinni egy-egy taxit, és akkor mindenhová beteszünk egy autót, megpróbálunk valami értelmesebb autókat is lopni, hogy tudjunk... gyorsan átjutni A-ból B-be. Ez a küldetés. Szaladgáljunk körbe az épületen. Csináljunk három googolást. És kapjuk fel a dobozt, és vigyük utána. Jó, hál' Istennek nem megyünk amúgy messze. De... azért kezdtem ezzel, mondom, menjünk, legyünk túl az egyik legunalmasabb részén. A küldetéseknek. Gyere át! Könnyebb lesz itt, hidd el. Kell ne gázoljanak. Vigyázz magadra! Úgy emlékszem, hogy amúgy egy jó kocsit kapunk ebből, úgyhogy... Sőt, egymás után szerintem most itt két olyan autót is kapunk. Ugyanazt az autót kapjuk meg, csak az egyiket taxiba, a másikat meg simába. Nem akarok hülyeséget mondani. Ez a probléma ezzel a... kapkodással. Innentől kezdve amúgy úgy döntöttem, hogy eddig mindig két videót töltöttem fel naponta, most visszatérünk az egyre. Mert... sok idő két videót jól összeszedni. Főleg úgy, hogy ezekben a küldetésekben is volt olyan, amit, ami miatt újra kellett néha-néha kezdeni a játékot. Hál' Istennek legtöbbször a legelső küldetés volt mindig az, amit elrontottam. Mm.
kicsivel több idő megy el vele, mint amennyit így valójában felveszek, tehát hogy mondjuk mit tudom én, egy másfél órás videó amúgy van olyan, amikor akár 3 óra felvételidő is lehet, és azért abból 2 legyártani kicsit vészes. Megpróbálom egy picit ritkítani, alapból sincsen akkora látogatottságom még, hogy azt mondjam, hogy most akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tolni kell. Majd később lehet, hogy visszatérünk, sőt biztos, a több videóra is, de jelen pillanatban elég egy videó. Meg hát valakinek dolgoznia is kell majd. Ugye. Lassan itt vagyunk. Igen, itt van a rozsdás taxi. Hát ezt sajnálom, hogy amúgy elrontottam. Nem tudom, hogy mi történt. 2 töltöttem föl az 5. részt. Tehát a 4. az így maradt ki, hogy 2 lett feltöltve az 5. rész. És hát most így tesztelgetem, hogy egyáltalán mit kellene csinálni, vagy hogy lenne értelmes, tehát hogy ajánlja jobban tovább a YouTube-ba a videókat. Szia! Hillbilly 5.1. Tesztelgetem, hogy kellene a videókat összerakni ahhoz, hogy a YouTube-nak is az algoritmus is szeresse. És írtam hozzá leírást, csináltam neki szépen ilyen gyorsan akartam mondani timestampeket, tehát hogy mikor mit csinálok a videón belül, és meg volt csinálva a borítókép. Nézem a videót, de mondom, hogy a taxis küldetésnek kellene lenni a 4. részben. Kellene? Csak nincs. Az 5. részt sikerült 2 egymás után feltölteni. És most ezért is csináljuk újra. Na. Azaz. Engedje. Hát így minden autó, ami eddig megvolt, tehát például nincsen fekete 8-12-esünk. Azt hiszem ez is 8-12-es. Éreztem, hogy valahol rossz helyen jövök, mondom, itt nem szoktam itt járni. Nem baj, annyival nem mentünk nagyobb kerülőt. Szóval... ez ilyen. Az 5. rész, nem mondom, olyan taxi, és akkor már csinálom a 4. küldetést, és ez még mindig nem a taxi, is mondom, aj, itt baj van. Mondom, valami nem jó, de valami nagyon nem jó. Hát kiderült, hogy mi nem jó. Ups. Ez valahol, úgy emlékszem, hogy itt állt volna. Ja, ezt képzeljétek oda. Á, görgetek, nem igaz. Szoktunk néha szkamozni a srácokkal. És hát ott úgy fut a karakter gyorsabban, hogyha görgetsz. És majdnem minden játékban megpróbálok görgetni. Onnan is eltűnt így a forgalmi dugónk. Á, nem jó ez így. A láthatatlan embert... próbáljuk meg most megcsinálni. Elmegyek a másik autóért. Au! Az fájhatott. De
most mibe akadtál be? Jó, nem megyek akkor ott, mert úgy látom nem tetszik a járda. Olyat lopni kéne. Az aj lehet száguldozni. Taxis küldetéshez olyanokat kellene beszerezni, csak mire én ezt egyesével mindegyiket összeszedek belőle? 6-ot? Bocsánat. Sőt, hát mondjuk csak 5 kell, mert az első, hová elmegyünk, az első taxiért, az... Azt utána a saját autóval csináljuk, mert csak be kell lökni a saját autóval az első taxit a vízbe, és utána jövünk vissza ide. Jaj, anyám. Én is a világ leggyorsabb autóját sikerült elkötnöm. Mert a taxissal is az előző részben az volt baj, ami miatt gázold el, ha fenébe, ami miatt egy kicsit ugye a videót ilyen vontatottnak éreztem, hogy tehát alapból a küldetést most csináltam először. Az első körben, mivel a végén két taxi van az, az adott helyen, ahová megyünk, mindig a rosszat vittem el. Menet közben volt olyan, amikor nem sikerült autót lopni, volt olyan, amikor loptam egy autót, de azt elkezdték lelőni. Tehát, hogy úgy... És azért, azért gondoltam úgy, hogy most úgy csinálnám, hogy előtte felkészülök. Megyünk, megnézzük ezt a... Nem. Hazavisszük most. A láthatatlan emberhez nem ezt az autót visszük, mert a láthatatlan embernél mi fel kell üljünk a magas vasútra. Alapból is szaladgál össze-vissza a kis szemtelen. Nehéz követni, de még az, hogy felszállunk a magas vasútra, lehet, hogy autóval le lehetne követni. Mert nagyjából az útvonala az úgy megvan, tehát hogy tudom, hogy honnan, hová megy, merre megy, mit csinál. Van is olyan rész, ahol elvesztem. Ezt a mai napig nem tudom, hogy onnan, hová megy és mi, hogy jön onnan vissza. Mindegy, elszalad valahová. Így felmegyünk szépen a magas vasútra, megvárjuk, majd visszajön. Kész, nem kell vele szórakozni. Egyszer feljön a magas vasútra, aztán utána onnan lemegy, elszalad valahová, és a következő vasúti kocsira száll fel. Az enyém gyorsabb. De mindenféleképpen vagy egy narancsárgát, vagy egy zöldet lopunk magunknak, mert... Ezek legalább egy picit haladnak is, igaz, hogy nem olyan nagyon szépen, nem a leggyorsabb autók a játékban, de legalább pörgetni lehet őket. Darombol a kis cicát is. Ezt meg csak azért viszem haza, mert a következő küldetés az akkor a láthatatlan ember lesz, kösz. És akkor onnan, amikor visszajövünk a kocsival, ebbe beülünk, és már megyünk is az utolsóra. Megpróbálom úgy megcsinálni a láthatatlan embert, hogy elsőre. Most már így nagyjából az utolsó rész nincs meg teljesen, hogy ott mit kell csinálni. Úgyhogy kell egy autó. Pont most nem fogok amúgy találni egy autót, se fogadni mernék. Ezt nem visszük, ilyenünk már volt, ez nem megy. Az a nyelde! Az jó lesz, az jó lesz, az jó lesz, az jó lesz, az jó lesz.
Apa, kell a kocsi? Mondom, kell a autód. Baj. Hát, hogy csinálom, hogy nekem mindig sikerül olyan autókat ellopni, amiben nincs benzin. Hát ez se lesz jó. Hello, nem mozdulj már. Vésli kerék. Nyomjad neki. Megmondom őszintén, én nem emlékszem, hol kell felvenni. Jó, mi? Elfordul. Kemény 30 mérföld per órával tekerünk. Itt van amúgy Newarkban. Felettünk. Hú, és arra emlékszem is, hogy ilyen... Nem a downtownban száll fel, hanem a Newarki utcán, vagy a Newarki felszállónál, megállónál, felszállóhelynél, nem tudom minek mondjam. Szóval ide Newarkba eljövünk, és akkor már utána kicsit könnyebb lesz megtalálnom, hogyha tudom, hogy vagy elmegyek a vasúti megállóba. Innen azért már egy jó párszor elszaladgáltam vele. Igen. Azt hiszem itt szaladunk fel. Valahol itt lesz amúgy a srác. Szerintem meg is van annak az épületnek a tövében van. Vagy ennek. Benézünk. Nem. Azt hiszem ebben az utcában megyünk. Júj! Ja, itt a Morello. Na jó van. Ezt kerestem. Csak olyan helyen kell megállni, hogy ne akadjunk bele. Állj meg! Ne akadjunk bele semmibe, mert ha itt állsz meg az autóval, így az ember mellett, akkor nem fog elindulni a küldetés. Mert hogy neki itt van egy pont, ahová meg kellene érkeznie, mármint a láthatatlanunknak. Na, elsőre. Gyerünk! Pörögjünk! Nem tudom, mennyire adja át a videó ott az emberkénk. Az a baj, hogy gyorsabban fut, mint én. Tehát nem tudok gyorsabban szaladni. Amúgy eddig én nem emlékeztem erre. Itt fut. Eddig én nem emlékeztem erre a helyre, és nem tudtam, hogy mi ez a Morello bár, és most esett le, hogy ez a legelső küldetések egyike az volt, amikor itt fel kellett robbantanunk az autókat. Nagyon nem épül a Morellóra történet. Jó, hát van benne jó pár említés Morellóról, meg a bandájáról, meg hát alapból ki is kell csinálnunk Morellót. Ó, bazd meg! Elszaladt. Ezt már most majd megnézem, hogy tényleg amikor lejön a magas vasútról, akkor ő hová szalad el? Az a jó, most befogálni a telefonfülkébe. Új, itt hányszor elvesztettem amúgy. Leva. Bizonyos szögből amúgy szépen látszik. Na már!
Meg vagy. Tudtam, hogy utolérsz. Csak nem tudom, hol voltál. Most ott áll a falnál. Így jobban látszik. Szerintem amúgy az egyik legnehezebb küldetés ez. Biztos van rá valami kiegészítés, hogy jobban lehessen látni. Na, annak is örülnék, hogyha a fején lenne egy piros pötty. Mert ha úgy süt a nap, akkor nem lehet látni. Ó, ne próbálj már megismerkedni, menjünk tovább. Ez az. Na itt van az, hogy felszalad. Valahol dekkol egy darabig. Így, leszalad. Ezt nem tudom, hogy itt hová megy. Itt. Átad a szembe. Elfut a sarokig, és utána vissza? Nem? Bújik az oszlop mögé! Ezt sose láttam amúgy, megmondom őszintén. És akkor most visszamegyünk. Így van. Olyan jó kis éles kanyarokat tud venni. Így már vágom. Itt állam ugye az elején. Majd néha-néha, addig még nem jön a... Menj már innen. Addig még nem jön a magas vasút, addig néha-néha előrébb fog menni. Kicsit arrébb mozdul, de amúgy nem vészes. Tehát, hogy ő már innentől kezdve felszáll. Jön is a vonat, ha jól hallom, igen. És a következő utcánál fogunk leszállni. Hát az annyi, hogy innen átmegyünk a víz fölött, innen a New Arkiból a Giuliano Streetre, és akkor ott is vagyunk. Tényleg most gondolkodom ezen, hogy amúgy a Morello bárnál kezdtük az egészet. De soha többé nem kellett arra mennünk. És ugye a játék a saját kontextusában soha többé nem is említi meg ezt a bárt. És így most, hogy onnan indultunk mellőle, és a másik irányból jöttem, nem onnan, ahonnan szoktam. Utolsó pillanatos. Még várunk. Mindjárt elkezd szaladni. Na jó, én leszállok, tesó, mert most jött le. Itt szoktam egy kicsit szem elől téveszteni sajnos, mert itt olyan gyorsan szalad, hogy nem tudok utána szaladni megfelelő tempóban. Tehát én itt átrohanunk, ott ő már nézd csak mennyivel előrébb van, és átszaladott a házak között, és ő végig szalad, csak hogy én nem tudok olyan tempóban rohanni. Az a baj, ha elrakom a fegyvert, se szaladok gyorsabban. Elmegyünk jobbra. Ott. Köszi. Ez most nagyon jól jött, hogy éppen csak megláttam a sarkát. A emberünknek. Hát itt pontosan már nem nézem, hogy hova ott az autó. Annyit kell csinálnunk, hogy elvileg itt be fog majd mindjárt szaladni. Abba a házba, ott volt. Így, ide ment be. Köszönjük. Jó, az ugyanaz az autó. Csak nem taxi. Na, állj meg. Ez a híd alatt van.
Most szállj ki. Most nagyon gyorsan szállj ki. Onnan hozunk egy taxit majd. Szerintem még lehet, hogy ott is áll. Nem vagyok benne biztos. Megnézzük. Lehet, hogy csak akkor spónolja le a taxikat, hogyha... Nem, nincs itt. Innen jövünk egy taxival, és ott fogjuk bedobni a vízbe. Úgyhogy ide mindenféleképpen szerzünk magunknak legalább egy narancssárgát. De hát, ha jönne... Nem jön? A zöld-fehér, vagy kék-fehér, nem tudom. Amúgy ezt, vagy kék... zöld-fehér, igen. Tehát, hogy zöld-fehér, vagy kék-zöld... Nem tudom, mert amúgy nekem olyan kékes a szín. Vigyünk magunknak egy doromboló cicát. Jó, megy ez is, ha kell. Legyen ez. Nehogy hagylak, vagy hagyom abba. Kell az autód, mert majd ezzel fogom belögdösni a lomot. Ne? Hallod? Kapsz egyet? Ezt ide berakjuk oldalra. Hallod, ide jössz, akkor egy esküszöm, hogy kapsz. Na gyere! Gyere! Nem jó, többet kapok, mint te. Mi esett a vízbe? Na, ugye? Remélem, hogy én vagyok a erősebb? Húsá! Gyerünk! Szaladj! Az a baj, hogy errefelé nem járnak azok az autók, vagy legalábbis így még nem láttam. Az se az. Na jó, mindegy. Egy autó itt van, abba csak gyorsan át kell ugrani. Megpróbálok majd a taxival úgy megállni, hogy legyen. Úgy van. F-fel próbálok beszállni. Édes Istenem. Megvan a második autó. Menjetek, menjetek. Felmegyünk a hídra, és átmegyünk a másik oldalra. Nem emlékszem teljesen a sorrendre. De azt tudom, hogy egy autót innen hozunk el Hoboken-ből. Az építkezésről. És az építkezésről visszafelé teljesen egyenesen elszabadultak a lovacskák. Ne dudálj. Hát egy taxi lesz itt. Ezt úgy szoktam elvinni, hogy itt feljövünk. Itt be. Így. És ezen végig le itt. De már most! Ó, Rozika. Hazavisszük ezt a kocsit, hozunk valami értelmesebbet, mert Kell az őr! Dehogy öllek meg. Mi a vagy?
Jó, jó, tudom, hogy van gyereked, meg családod, meg minden. Nekem csak a kocsit kell. Ez így gáz lesz. Ja, az egy plusz mozdulat, az nem tetszik. Így. Csak hazaviszem. És eljövünk a narancssárgával. És a narancssárgával fogunk... Bocs, tudom, család, gyerekek, egyebek. Van ez így? Elhozzuk a narancssárgát. És végig megyünk, most egy autó már megvan. Az első kocsit, azt belökjük a saját autónkkal, tehát azzal nem lesz gond. Az a baj, hogy ahhoz képest, hogy ennek van teteje, elég gyorsan sikerült felreállni vele. Ne! Oda csaptam, az pedig szerintem fehér-zöld amúgy. De annak a fehérnek van egy ilyen szürkés kékes árnyalata. Bocs! Így. Nos. Szóval, megvan a második. Szerintem itt mentünk egyet, hogy véletlenül se innen kelljen újra kezdeni. Mármint, hogy onnan, hogy megint el kell raknunk azt az autót, meg ezt hazahozni. Tehát... Ez a küldetés... Első autó akkor megvan... Onnan átmegyünk. Első autó, második, azon gondolkodom, hogy honnan, hová megyünk. Szerintem innen, amikor azt megcsináljuk, akkor Central Islanden, ott középen, megyünk oda. Fene, az a nagy fehér épület. Polgi hivatal. Városháza, azaz, megvan. Ilyet lenne jó lopni. Bocs, elnéztem. Persze együtt nem lehet átmenni. Ugri, bugri! Uti van, bolond van a utcán. Igen, innen hozzuk el. És azt, hogy nekünk kényelmes legyen, úgy emlékszem, hogy itt hozom. Itt be.
És ott a lejáró. Áááá, nagyon jó. Ezek a patkák. Most várunk egy jobb autót. Medudáj, te nem vagy jó autó. Emberkedje? Azért. Anyádnak a... Hogy ez a üdös... Jó, ezt tudtam, hogy ott az ott egy kicsit veszélyes az a sarok, de hogy ennyire? Hát még bele sem léptem, kinnáltam a parton. Na jó, még egyszer. Ezt gyorsan lezongorázzuk. Nem. Tudjátok mi? A franc megeszi. Kezdjük el. Egy autó a helyén van. Többit meg megpróbáljuk. Nem, nem. Az a gond, hogy úgy látszik, hogy a játék sem nagyon akarja azt, hogy én ezt így megcsináljam most. Bocs, biliárdozni tanultam. Az utolsóra is rohadt sok időnk van. Nem, 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 nem. Pár másodpercen fog szerintem mindenhol múlni, hogy megcsináljuk, de szerintem meg tudjuk csinálni időben. Az a baj, hogy mindenhol olyan közel kell menni a vízhez, hogy szerintem el fogom baltázni állandóan, és már most is másodjára indulok neki. Csak annak, hogy elrendezgessem az autókat, nem annak, hogy odarakosgassam, vagy hogy megcsináljam, na, hanem hogy odarakosgassam az autókat. Itt úgy megyünk, ez a kedvenc lejárunk, ezen nem lehet vissza feljönni. De jó lenne, mindegyik ilyen lenne. Mint ez az egy. Na jó, gyere taxi. Né. Gyorsan szálljál csak ki. Messze álltam meg, de kell a lendület sajnos. Jó, igen, itt van a második a ott. Az építkezésen. Ezt úgy oldjuk meg, hogy gyorsan innen áttekerünk ide. Fel a ház háta mögött, vagy a kis bódé mögött. Itt könnyű feljönni, ha innen jövök, és nem kell lassítani akkorát. Meg hát itt még a saját autóval megyünk, ez még könnyű. Majd akkor, amikor már nem a sajátokkal, hanem amit tudunk klopni hirtelen, azzal megyünk, na az lesz nehéz. Mert ha a leglassabb autó jön, akkor az nem biztos, hogy
jó lesz. Megvan. Ez itt a kedvenc részem. Sajnos lehet, hogy a narancssárga ettől itt tönkre is megy majd. Kell megcélozni a két épület között. Itt a második taxi. Halál komolyan, beszálltál a hátsó ülésre. Ne legyél már bamba! Édes Istenem! Aztán ezzel gyorsan feltekerünk ugyanott, ahol jöttünk. Csak hát ezzel nem tudunk repülni, mert hát... Éppen, hogy csak kibír jönni arról a földről? Gyerünk már, tapost ki a szemét, hát mennünk kéne. Na, itt legalább lejtőn mész, menj már! Jó, itt lesz egy autónk, amit tudunk használni, ezt megcsináltuk. Remélem el van mentve. Hát ha nem, akkor gyorsan szerzünk egyet, tehát hogy bocsi néni, de bomba van a kocsiban és robbanni fog. Tudom, hogy nem jó kifogás, de igen, nem. Most szórakozol velem. Jaj, nem ide raktam, hanem a következőhöz. Ja jó, itt akkor szerezni kell egy autót. Én nem tudom. Ide nem raktunk le. Nem baj, még itt nagyon sok időnk van. Ezt már szerintem annyiszor végigcsináltam, hogy tudom, hogy hová kell rakni normális, vagy hogy kell jönni ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban ide érjek. El ne gázolj! Rengeteg időnk van még. Nagyjából úgy szoktam ideérni, hogy még van egy fél perc arra, hogy egyáltalán autót lopjak, és még úgyis sikerül megcsinálni, úgyhogy... Hát most csak akkor van probléma, ha nem jól célzom meg, és nem fordul be az alatt 15 másodperc alatt. Vagy épp én is megyek utána. Na, és akkor itt van a híd alatt a másik. Ez volt az, amit az előbb előkészítettünk. Itt már lesz autónk, úgyhogy azzal nem lesz gond. Bár pont ez az egyetlen egy hely, ahol hát, lehet, hogy felesleges volt ennyire előkészíteni. Azért, mert ezzel pont ott leszünk nem messze, bár mondjuk nem sok időnk marad, úgyhogy muszáj oda egy autó. Vigyázzatok! Pont rossz helyre ugrálsz. Áú. Igen, ide lenne jó egy gyorsabb autó. Bár mondjuk, még eddig úgy néz ki, hogy ez narancssárga elég jó. Ez úgy bír menni felfelé is. Lehet alulbecsültük ezeket a kis narancssárgákat? Tütüt! Nincs dudám! Vagyis hát... Jó, hülye. Miért pont odaugrasz, csög? Én nem akarlak titeket bántani, de hát ha mindegyik az autó mellé ugrál, akkor nem tudok veletek mit kezdeni. Az a baj, srácok, hogy most időre megy minden, tehát hogy nem az van, hogy azért ugrál... Na azért ne ugráljatok elém! Nem tudok szép lassan menni.
Mert mindent időre kell csinálni. Jaj, nem is cicát hoztunk. Na, a fene. Szerintem a Wright is jó ide. Ugye kiderül. Most szivatsz. Ez remélem nem csúszott át. Jó. Ne. Líci, ne már. Na, ezért nem szabad előkészülni semmire. Úgyis beszopat a játék, ahogy csak tud. Kell a kocsid? Ne, magyarázz el, mennem kell, mert mennem kell. Rohadt rossz irányba mentem. A narancssárga amúgy gyorsabb, megmondom őszintén. Hát ez semmi. Mindjárt megáll egy helyben. Rozika! Nyomjad már neki. Vigyázz, jövök! Én szóltam. Igen, amúgy ez így... gondolkodom rajta, hogy valóságban, ha én tudnám, hogy egy bomba van az autóban, és ez bármelyik másodpercben felrobbanhat, hogy akkor mennyire figyelnék a környezetemben lévő emberekre. Tehát, hogy ha mondjuk tegyük föl, nem dobom bele a vízbe, ez amúgy egy jó kis kérdés, de ha én nem dobom bele a vízbe, akkor úgy robban fel, hogy mondjuk mit tudom én, megöl több tucat embert. De időre kell odaérnem, mert mondjuk mit tudom én, van 3 percem, mielőtt robban az autó. Hogy akkor vajon mennyire figyelném azt, hogy a közelemben emberek vannak, és emberek közlekednek, és akár emberi életeket is követelhet az, hogy mondjuk sikerül-e véghez vinni egy feladatot. Ez így a játék folyamán többször megfordult a fejemben, hogy ez vajon valóságban, hogy működne. Ott a taxi, vigyed! Jó, hál' Istennek, amúgy leszállt rólam. Au. És amúgy sikerült egy aránylag jó autót is lopni. Ezzel lehet haladni. Jó, nem a legjobb, nem a leggyorsabb, nem a legszebb, mit tudom én, de legalább ez nem döglik meg attól, hogy fel kell mennie egy hídra. Bármelyik másikkal jöttem volna, szerintem nem ment volna így. Jó. Azt sem tudom, lehet, hogy menni kellene egy utcával lejjebb. Pont oda megyünk szembe. Hát itt.
Tehát, hogy úgy... Tényleg ezen gondolkodtam a múltkor, hogy itt azért sokszor az a kifogásom, hogy azért gázolok el valakit, mert sietek a játékon belül. Valóságban nem szoktam elgázolni embereket, tehát hogy ezt azért tegyük hozzá. Ó, de beszivattál a múltkor is ezzel a két taxival, ez meg. Még itt lesz a probléma, mert itt is lopni kell egy autót. És itt meg ráadásul nem is közel kell mennünk. Tehát, hogy tényleg így belegondolva ebbe az egészbe, hogy azért, mert bomba van az autóban például, amit vezetsz, védekezni úgyse tudsz ezzel, hogy a bomba volt benne, meghalt volna mindenki. Megázoltad az embereket? Kész, tehát törvény, törvény. Na mindegy, azért tényleg egy ilyen elmélkedős kérdés. Úgy nagyot fordultam már megint, na? Igen, ez az egyetlen egy hely, amit gyűlölök ilyen téren. Nem szabad elfordulni, mert amúgy eltűnnek az autók. Na, még van egy csomó időnk. Lopunk egy másikat. Nincsenek rendőrök? Csak szólok. Így, belököm vele a taxit, utána viheted. Nekem utána nem kell, mert kapok másikat. Kész! És megvan ez is. Monte taxi. Vigyük haza. Én olyan óvatos vagyok, haver. Szóval megvan ez a három autó is. Sajnos nem úgy, ahogy én terveztem. Jobb lett volna, hogyha sorban megvan mindegyik, de hát... Na. Tévedni és hibázni emberi dolog, szerintem. Volt nem tudom hány felvétel egymás mögött. És tényleg ki is vágtam szépen a borítóképet, megcsináltam. Megvoltak az autók, úgy be voltak szépen állítgatva minden. Valamikor, amikor a feltöltést csináltam, véletlenül ugyanazt a két fájt húztam, vagy ugyanazt az egy fájt húztam be, csak kétszer. Ez volt a probléma. Ups. Ez eljött a fa. Na, spuri van. Ó, ezzel befejeztük. A Mafia szerintem első részét teljesen, majd még lesz valamikor egy Definitive Edition. Ha odaérek. De először úgy lesz, hogy lesz egy 2 klasszik, utána egy 3 klasszik, és akkor utána megyünk majd a többire.
Úgyhogy, hát, a három autó, ami kimaradt a videókból, most már megvan. További szép napot nektek! Sziasztok!